Ferencváros sportolói hétről hétre komoly eredményekkel öregbítik klubunk hírnevét. Az érmek és helyezések mögött azonban napról napra kőkemény edzésmunka áll. Ezúttal arra teszünk kísérletet, hogy testközelből mutassuk meg, hogyan dolgoznak egy-egy szakosztályunknál. Elsőként jégkorongozóinkat látogattuk meg, hogy végigcsináljunk velük egy jeges edzést. Hölgyeim és uraim, a Pest Erzsébet jégcsarnok előtt állunk, itt edzenek, illetve itt játsszák hazai mérkőzéseiket jégkorongozóink, most pedig az a tervünk, hogy belülről, testközelből a jégről mutatjuk meg, hogyan is néz ki egy hoki csapat edzése. A jégkoronghoz elengedhetetlen a több elemből álló felszerelés, így elsőként ennek elemeivel kell megismerkednünk. Edzés előtt száraz bemelegítés és masszázs a program. Ez alatt elkészül a korcsolyák élezése. Ezután öltözés és irány a jég. Hát először ezzel kezd, térdvédővel, felveszed így a sípcsontodra, ez a jobbosod. Oda jó lesz. Itt van neked egy ilyen. Húzd rá fel. Kicsit húzd följebb. Még, jó, most így jó. Jó, most a gatya jön. Kori. Elvédőd. Azt hiszem, hogy készen állunk, hogy megnézzük belülről a jégről, hogy hogyan is néz ki ez a történet. Az ember egyébként elmegy korcsolyázni a műjégpályára vagy ilyesmi, és térdvédőben, nadrágban minden egészen más érzés. Nagyon furcsa. Majd lassan kipróbáljuk. Nos, reméljük, az elmúlt néhány perc visszaadott valamit abból, mennyire nincs könnyű dolga annak, aki jégkorongozásra adja a fejét. Természetesen, aki fejlődni akar, annak elkerülhetetlen az extra edzés a jégidő végén. 8-sokat megyünk, szépen így. Mert kerülsz egy 8-ast, utána fordulsz visszafele, hátra korizol. Aha, úgy. Külsővel jobban löksz kicsit, utána befordulsz középre. És ugyanez erre. Mint egy NHL-es draft lenni, úgy korizol, nagyon jó. Jó, itt a botod. Egy vonalba legyen a testeddel, hát hogy a súlypontod itt fönnmaradjon mindig, jó? És így korizol, és itt be van hajítva a lábam, és innen lökök egyet rajta. Még 4 perc, és mehetsz meccset játsz. Itt is egyenes a testsúlyod, és itt őrébb dőlhetsz. Átrakod. Felém néznek a lábaid. Próbál minél magasabb magad mellé húzni a botot. Húzom egy folytva. Így van a korong. Fogod itt a korongot. Behúzod, és ellövöd. Kivédte a kaput. Nem kell annyira hátra húzni, nyugodtan tartsd magad előtt, csak egy ilyen problémát csinál, itt van előtted, és alá kanalazol egyet. Aha. Na még egy. Úgy ott, aha. Az. És a pattintottnál meg ugye nincsen mozgás, előre-hátra mozgás nincsen, csak megfogod,
hogy ellövöd, ennyi. Úgy képzeld el, mint aki lenne kötve a botod, és hogy el kéne húzni a botot arra fele. Mi is így tanultuk kiskorunkban. Nagyon jó. Ez a legjobb lövés. Köszönjük nagyon jó szépen. Volt, nagyon szívesen. De most legalább láttuk belülről, hogy mennyire kemény dolga van a jégkorongozóknak munka közben, úgyhogy értékeljük őket. Mert ha már ügyesebb vagy, akkor legközelebb nem így fogod szeretni, hanem bele fogod lőni a bödönbe a korongot. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.